Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Szolga Show, ahol általában aktuál politikai témákkal fogok foglalkozni, és néha-néha egy-egy témába egy picit komolyabban is belemászok, annak reményében, hogy sikerül megértetnem, hogy ez pontosan miről is szól. Ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük is az első témánkkal. Nos, mindenki ünnepeljen, közelednek az európai parlamenti választások, ezért vissza fog térni Pál Filona és népi zenekara. Kérem szépen, kétszer is letesztelték a választási informatikai rendszert, mind a kétszer lehalt, állítja a 444.hu. Egyébként valószínűleg a számítógépeken az észak-koreai jobb rendszer, a RestarOS fut, amiben még az internetet sem lehet megnyitni, csak a biztos győzelem érdekében. Pál Filona egyébként halál komolyan hozzátette, az informatikai rendszerben bizonyos finom hangolások szükségesek. Nos, hogyha az egyes választókörökben lévő emberekbe tudnának egyáltalán jelentkezni a rendszerbe, az nem lenne hátrány. Ezt el kell ismerni. Hangtállal tartsa távol a negatív erőket a képviselői testülettől az abai polgármester. A polgármester Kossuth Lajos a következőt nyilatkozta. Szeretnék segíteni abban, hogy Paprika Jancsi, Sunyi Róka és páváskodó Pulyka a láthatatlan világból minél kevésbé tudja zavarni az érdemi testületi munkát. És ha ez még nem lenne elég abszurd, úgy folytatta, hogy ezen túl minden testületi döntés egy gongszóval fogunk megünnepelni. A hangtának a hangja szintén segít a testületi ülésektől távol tartani a negatív erőket. Ezt szerintem nem kell több kommentát fűznöm. Most egy picit utazzunk el Gyulára, ahol a helyi óvoda bejárati ajtaját avatták fel egy sajtótájékoztató keretében, tudta meg a 444.hu. A sajtótájékoztatón részt vett Mittag Mónika, a fideszes önkormányzati képviselő, Becsei Nélo Gabriella, Gyula város egyesített óvodájának intézményvezetője, és Petrovszky Eszter tagintézményvezető. Becsei Nélo Gabriella a beszámoló szerint kiemelte, hogy a kis fejlesztés nekik nagyon örülnek, hiszen lépésről lépésre is fejlődhet egy intézmény. Legújabb híreink. A gyulai óvodában új WC-papírtartót avattak fel. Mittag Mónika szerint egy ekkora beruházás csak is Isten segítségével jöhetett létre. A WC-papírtartót egyébként 12 milliárd forintért építette, szállította és beszerelte a Mészáros & Mészáros Kft. Big gratu! Szijjártó Péter, az ideges óvodás kisfiú, akinek elvették a játékát, bejelentette, hogy a kormány nem fog bocsánatot kérni a plakát kampány miatt. Szijjártó hozzátette, nye-nye-nye. Ferenc Orsolya, a magyar kutatásért felelős miniszteri biztos, a Hír TV péntek című műsorában a következőket mondta. 2,2 milliárd forintot fordított Magyarország összesen erre, ami el is ment az űrügynökségre fordított kötelező tagdíjunk befizetésére. Ha ezt meg tudnánk duplázni, az óriási eredmény lenne, aztán szépen fokozatosan, úgy, hogy a magyar űripar és a szereplők ezt kompetensen fel tudják használni. De az a cél, hogy a regionális versenytársainkkal összemérhetőek legyünk. Arra a kérdésre, hogy mikor lesz magyar műhold, azt válaszolta, hogy reméli, hogy minél hamarabb. Breaking news! Magyarország disznót küldött az űrbe. Németh Szilárd a következőket nyilatkozta. Én inkább egy ellenzéki képviselőt küldtem volna az expedícióra, mert az ellenzéki képviselőkből a jelenlegi álláspontom szerint nem tudok sült vért készíteni. 1 milliárdot ad a kormány az Orbán Ráhel barátnője vezette cégnek. Egyes forrásaim szerint ez a projekt, amiben a pénzt investálják, nem lesz más, mint egy Orbán Viktor Beauty Vlog sorozat, ahol a miniszterelnöktől kaphatunk sminktippeket. Ez lesz a miniszterelnök reakciója a Gyurcsány Ferenc chatbotjára, ő is szeretné magára felhívni a figyelmet. Az M5 oktatási, kulturális és ismerte ez a csatorna nyerte a Magyar Innováció Szövetség 2018. évi média díját. Nos, sokan jól emlékezhetnek, hogy ezen a televízió csatornán volt megtalálható Trombitás Kristóf azon műsora, ahol először megpróbáltam melegeket meggyógyítani, ahogy látom egészen sikertelenül,
A vegyednapi vonulás napján pedig megjegyezte, hogy szerinte a Waffen-SS Budapesten szolgáló katonái is megérdemlik a hős jelzőt. Óriási gratulációnk az M5-nek, ennél jobban senki nem teljesítette az ismeretet, gyógyított melegeket, és senki sem tisztelte ennyire nácikat. Köszönjük szépen! És most, hogy eltelt már 6 perc a műsorból, jöjjön egy kis reklám, mert természetesen nekem is meg kell élnem valamiből. A reklám után folytatjuk. Jobban teljesít. Sok százezer munkahely jött létre. Még soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most. Minimálbér. A gazdaság 5%. Ez európai szinten is teljesítmény. Magyarország jobban teljes. Mint azt már tudhatjuk, Karácsony Gergely nyerte a baloldali előválasztás első fordulóját. Hamarosan, azaz pontosítva nyáron, elérkezik a második forduló Puzsér Robert ellen. Megkérdeztük Karácsony Gergelyt, hogy mit gondol erről. Nos, kérem hallgassák meg. Annyi hatása volt, hogy a tényleg felmegy a számokra egyre, ennyi tudtuk elérni ezzel, ez itt a tavasz, adakozik a lölő, a márcai erőmű dolgozói megkapták azt a fél disznót, amit Mészáros Lőrinc ígért nekik oda húsvétre. Nos, erre az átadó ünnepségre, a bejárati ajtó után ma semmi nem lepődök meg, elment az Index is, ahol nagyon gyorsan leszögezték a fegyveresági őrök a dolgozóknak, hogy nehogy interjút merjenek adni, mert egy úr nem fogadta az ajándékot, és még kritizálni is merte Mészáros Lőrinc ezen húzását, azzal indokolta, hogy szerinte az nem normális, hogy sertéspercéses disznót adnak át, ami senkinek se kell, ezért majd jó az a dolgozóknak. Szerinte ez elfogadhatatlan, teljesen jogosan egyébként. Most egy picit térjünk el a politikától. A McDonald's Magyarországon is megkezdi a házhoz szállítást. Ismét Németh Szilárdot kérdeztük erről, aki azt nyilatkozta, hogy ez a teljesítmény egyáltalán nem értékelhető, hiszen a Laci konyha már 18 éve megbízhatóan szállítja ki a sültvért és a csülköt. Németh Szilárd továbbá azt mondta, hogy ha rajta múlna, nem lenne McDonald's Magyarországon. Palok Zoltán volt Emmy miniszter és híres szex közben dúdorászó, azt nyilatkozta az Inforádió Arena című műsorában, hogy azon kell lenni, hogy a roma gyerekek ne csak maguknak, hanem a közösségnek is hasznosak legyenek. Nos, Farkas Flórián válaszolt erre a nyilatkozatra, aki a következőket mondta. Bár már nem vagyok egy fiatal gyerek, azért azt el kell ismernem, hogy hasznos vagyok a társadalom számára, és elutasítom Balogh Zoltán kritikáit. Nos, akkor ennyit a heti hírek, és most mászunk bele a témába, ami miatt rengeteg ember izgul, mint a jobb, mint a bal oldalon. Kirúgják-e a Fideszt az Európai Néppártból? Nos, először is. Miért pontosan a néppárt, és miért akarják onnan az Orbán Viktort kirúgni? Nos, ezt még sem csak az Orbán Viktort akarják kirúgni, hanem a Fideszt, és másodszor az Európai Néppárt az egy Európai Uniós pártcsalád. Úgy az Európai Unióban vannak úgynevezett pártcsaládok, szélső baltól szélső jobbig. Jelenleg a Fidesz a jobb középen ül az Európai Néppártba, de már nem eléggé jobb közép, inkább már szélső jobb, ezért az Európai Néppárt a lehető leggyorsabb úton szabadulna meg tőle, és adná át őket Löpenéknek, ők hát ha ki tudnak belőlük valami jobbat hozni. Manfred Weber azt a három feltételt tűzte ki Orbán Viktornak a bemaradás érdekében, hogy kérjen bocsánatot, szedje le a Juncker és Soros elleni plakátkampányt, és hozza vissza a CEU-t. Nos, a CEU még itt van, csak nincs itt. Nagyon bonyolult helyzet, egy külön adásban majd erről is lesz szó. Szóval a jelenlegi szituáció úgy áll, hogy többen vannak azok, akik kizárnák a Fideszt, mint azok, akik nem, de rengeteg a bizonytalan. Úgyhogy az Európai Néppártban nagyobb pártnak nagyobb szava is van, így
a nagypártokon fog múlni azt, hogy kirúgják-e a Fideszt, vagy sem. Valószínűleg egyébként ki fogják rúgni, de ez már egy más kérdés. Nos, felmerülhet jogosan a költői kérdés mindenkiben, hogy na és mi történik akkor, hogyha kirúgják Orbán Viktort és a Fideszt a néppártból? Hát, hogy úgy igazából semmi. És hogy miért is nem fog semmi történni emiatt? Nos, azért, mert hogyha kirúgják őket, akkor egy, a politikó értesülései szerint már tárgyalnak löpenékkel az átülésről, és kettő, egy európai parlamenti párt állhat pártcsalád nélkül, csak így ugye sokkal kevesebbet él a szava, meg hát nincsen egy pártcsaládja, és nagyon szomorú, nagyon egyedül érzi magát, és ez nem jó. Nos, erről a témánosan, de sajnálatos módon jelent csak ennyit lehet beszélni, ezt most csak akkor fogom jobban kitárgyalni, hogyha megszületik a döntés. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, és legközelebb találkozunk. Sziasztok, viszontlátásra, és ne felejtjétek, vigyázzatok a sonyírókákkal, páváskodó pulykákkal és paprika jancsikkal. Nem zavarjátok meg a testületi ülésünket.